Tóth Renátó és Juhász Gábor, mint vezetőbírók, Gebei Bence és Vince Dániel pedig, mint vonalbírók szerepelnek ezen a mérkőzésen. Közben sokáig nem jutottunk, azonnal egy kiállítással indul a mérkőzés, na ilyet sem látni túl gyakran. Skrabov korcsolyázik be a BA harmadába. Löveit körbe veszik hárman is, de mégis kijön a korok és gól! Tényleg a Dian Vámaszt! Bernyikov! A Jeges Medvék 42-ese! Hát először ért korokhoz a meccsen az orosz fiatalember! És rögtön mattolta kiskapust! Pint korcsolyázott oda és próbálta a picit nem is a korongot, hanem az ellenfelet távol tartani. Azt az eget milyen válasz jött! Az első igazán remek pozícióból eleresztett lövés a hazai kapuba talál be Ravasz Csanád, a vendégek 45-öse. Saját kaputól indítja meg most támadását a vendég együttes, és Rolem vízik közel az első gólhoz! Kiállítás lesz, nem meg, de aztán igen! Aztán meg igen! Ha jól látom, akkor Páterka volt az, aki nagyon ravaszan rálőtte a kapus lábára a korongot, és úgy csorgott át a pak a gólvonal mögé. És egy nagy védésre volt szükség, hogy ne változzon az eredmény. Támadásban a Medvék, megpattanó korong, nem volt pontos a középre tett pak, ez most viszont igen gól! Óriási nyomás alá tette a ellenfél kapuját a DVTK, és Razumnyák, Valentin Razumnyák, a Medvék 9-ese szerzi meg a harmadik hazai találatot. Aztán korong szerzés, jön a lövés, kipattan, nincs ismétlés. Nem is látta, hogy David Bartos vagy Bernyikov lőtte meg a korongot, most pedig jön a válasz erre a másik oldalon. Keresztes tovább teszi, és Nagy Krisztián még valahogy begyötörte. Gyönyörűen rajzolták föl a vendégek ezt a támadást. Utat talált valahogy ez a finoman felrajzolt vendégakció a hazai gólvonal mögé. Ebben a pillanatban kiegészülnek a Jeges Medvék újból 5-5 ellen a csapatok, és lövei korongot sem. Elindulhat előre most egyenlő létszámban az akció. Szatmári tovább teszi, óriási érték! Olyan a finoman csinálta Bernyikov! Nem lőtt el egyből, még elhúzta a kapus mellett, és jött egy újabb Jeges Medve gól! Kivédekezték a hazaiak a vendégember előtt is, azonnal vettek egy támadással egészen gólig. Pislognése nagyon érdemes, mert lemaradunk valami említésre méltóról. Védeni kellett, bizony védeni egy veszélyes helyzetben, a mekkora gól! Gyönyörűen vette ütőjére a pakkot! Valentin Razumnyák, és szépen ott a toll végével el suhította a hosszú felsőbe a korongot a Medvék 9-ese. Nagy csel képet indít be ott Vladislav Kulesov, majd újból nála van a korong. Ez egy gyönyörű csel volt, és jön a lövés, és gól! Gól! Mekkora játék Kulesovtól, te jó ég! Óriási csel ott a vendég kismad előtt, majd szerintem már az első lövés is bent volt. De a kipattanóra adott ismétlés már mindenképpen. Ez a pót szakasz a hazai csapatnak hozott most szerencsét, és innen megyünk majd tovább egy erőltetett menettel. A végeredménnyel búcsúzunk. DVTK Jeges Medvék Budapest Jégkorong Akadémia 6-2. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!